Az új tanév első napján Kőbányán a 11 általános iskolában, 187 osztályban összesen 4247 gyermek ül be az iskolapadba. Ebből 502 gyermek veszi először hátára az iskolatáskát. A két gimnázium 42 osztályában 1477 gyermek, valamint a két gyógypedagógiai intézményben 32 osztályban fognak idén tanulni a fiatalok. Dr. Varjuni, dr. Fekete Jildikóval a Kelet-Pesti tankerület központ igazgatójával a tanévkezdésről és a tanév közbeni fontosabb dátumokról beszélgettünk. Megkezdjük a 2022-23-as tanévet. A tanév, mint mindig, szeptember 1-én indul, tehát 2022. szeptember 1-én az egy csütörtöki nap lesz, és a jövő évben, 2023-ban, június 15-én szintén egy csütörtöki napon fog véget érni, ami azt jelenti, hogy 183 tanítási napja lesz az általános iskoláknak, és 180 napja a középiskolák diákoknak. Az első fél évnek a vége 2023. január 20-án lesz, ezt mindenki nagy izgalommal várja általában, és utána január 27-ig van az iskoláknak arra ideje, hogy elkészítsék azokat a tájékoztatókat, amit a szülők megkapnak a diákok előmeneteréről. Ez is mindenki számára nagyon fontos. A jövő évben is ugyanúgy megtartásra kerülnek a beiratkozások, tehát az általános iskolai beiratkozások, amikor egy gyermek tankötelessé válik, akkor az kedves szülők beiratják általános iskolába. Ez ez jövő 2023. április 20 és 21-én lesz, a középiskolai írásbeli vizsgák pedig 2023. január 21-én kezdődnek, tehát a felvételi vizsgák. Ami még a kedves szülőket ugye nagyon érdekli, hogy, hogy lesznek a szünetek. Az őszi szünet most ebben a félében évben 2022-ben október 8-tól november 7-éig lesz. A téli szünet az már ugye átcsúszik részben a 2023-ra, tehát kezdődik 22. december 21-én és befejeződik 23. január 3-án, és a tavaszi szünet pedig már 2023. áprilisában 5.-től 12-ig lesz. Dr. Varjuni, dr. Fekete Ildikóval arról is beszélgettünk, hogy milyen járványügyi szabályok lesznek idén a tanévkezdéskor. Magyarország kormánya, és így a tankületi központok is arra készülnek, hogy jelenléti oktatást vesz. Tehát, hogy minden szülőt meg tudjunk nyugtatni. Szeptember 1-én az iskolákba jelenléti oktatással kezdünk. Egyébként is, ha digitális oktatásra áttérés lenne, az csak a köznevelésért felelős miniszter rendelete alapján, döntése alapján lehetséges, ilyen döntés nem született. Tehát oktatással fogunk indulni. Már az iskolákba készülnek arra, hogy mikor és hogy lesz a tanévnyitó. A pedagógus kollégák augusztus 20-a után már bejárnak az iskolákba. A nyáron folyamatosan voltak takarítások, és ebben az időpontban is zajlanak ezek. Az intézmények megkapták a megfelelő fertőtlenítőszereket, és ugyanaz vonatkozik a belépésre és a fertőtlenítésre, ami az elmúlt fél évben is. Tehát nagy odafigyeléssel kell mindenkinek lenni. Nyilván csak egészséges ember léphet be az iskolákba, tehát úgy, mint diák, úgy, mint felnőtt. A lázmérésre lehetőség van, hisz a digitális lázmérők azóta elhelyezve vannak az iskolák kapuiban, és nagyon fontosnak tartjuk továbbra is felhívni a figyelmet a kézmosásra. Ez nem csak a COVID miatt, minden más bakteriális és egyéb fertőzés esetében a kézmosás az egyik legjobb védekezés, és nyilván az intézmények megfelelő tisztítása. És ha esetleg úgy döntenek, hogy digitálisan kell az évközben folytatni, akkor fel vannak erre készülve, vagy készülnek -e erre is? Ha mégis ilyen döntés születne, erre minden iskola fel van készülve, hisz volt két évünk, amikor hirtelen estünk bele, és nagyon jól vette ezt az akadályt minden intézmény és minden pedagógus kolléga, tehát megvannak az eszközök hozzá, közben a tananyag fejlesztések folyamatosan folytak, tehát nagyon jó tananyagokat lehet elérni digitálisan, amit egyébként a jelenléti oktatásba is egyre többet használnak a pedagógus kollégák, és egyre több az IKT eszköz, ami jelen van, és ezeket használják a mindennapi oktatásba is. Tehát úgy gondolom Magyarországon ebből nem lehet probléma, ha úgy adódna, de hangsúlyoztam, hogy Magyarországon jelenléti oktatással fog indulni az oktatás. A szükséges tankönyveket már júliusban legyártották, augusztus elején pedig elkezdték a kiszállítást, hogy a kezdésre át tudják venni a diákok a tankönyvcsomagokat. A kőbányai intézmények nagy részében már megérkeztek a tankönyvek, és a tankönyvek szortírozását már megkezdték azok a kollégák, akiknek ez a feladata, tehát mire szülők és a diákok bemennek az iskolába, mindenkinek pontosan csoportosítva a rendelkezésére áll a tankönyv, és ugye ami nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon minden diák számára ingyenes a tankönyv, ezt a kormány támogatja. Egyébként a tankönyvfejlesztésnek köszönhetően egyre jobb tartalommal és jobb minőségi tankönyvek kerülnek ki a diákokhoz. Mondta, hogy minden gyermeknek ingyenes a tankönyv, ez akkor általános iskolába, középiskolába is vonatkozik, vagy is ilyen kiegészítő iskolákba is, hogy ez, ez, hogyan van meghatározva? Igen, általános középiskolákba, tehát ami az alapoktatáshoz tartozik, ott ingyenesek ezek a tankönyvek. Az iskola kezdés előtt sokan kihasználták az utolsó táborhetet. Kőbányán egész nyáron lehetőség volt arra, hogy a gyerekek igénybe vegyék a napközis táborokat. A nyári napközis táborok fenntartása, üzemeltetése ez az önkormányzatoknak egy kötelező feladata, és természetesen a tankereti központok biztosítanak iskolai épületeket. Én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy a szülők nyugodtan tudjanak dolgozni, ahol nincsenek nagy szülők, nincs segítség. Nagyon fontos, hogy az állam belépjen és segítséget adjon. Ezért vannak a napközis táborok. Ellenőriztem a nyáron. Látogattam, hogy finomabban mondjam, tehát látogattam a nyári napközis táborainkat, és azt kell mondanom, hogy az ott dolgozó pedagógusok nagyon nagy gonddal és odafigyeléssel szervezték meg a gyerekeknek a mindennapjait, nagyon változatosak voltak, kirándulással, múzeumlátogatással, játszótereket kerestek fel, strandra mentek, ugye hát fantasztikusan jó idő volt, és ez a visszajelzés jött a kedves szülőktől is, hogy ők nagyon örülnek, mert olyan változatos programokat biztosítottak, amit ők sem tudtak volna megadni a gyerekeknek. Egyébként a napi rendszerességén 160-180 gyerek volt minden nap a nyári napközis táborba. Szerintem ez egy feledhetetlen élmény volt nekik, és örülünk, ha hozzá tudtunk ahhoz járulni, hogy a családoknak a gondjait tudjuk enyhíteni. Minden évben vannak az iskolákban témanapok, témahetek. Ezek az oktatási intézmények pedagógiai programjaiban is szerepelnek. Az idei témákról kérdeztem a tankerületi igazgatónőt. Mindjárt az év elején kezdődik a magyar diák sportnapjával, ez 2000 22. szeptember 30-án lesz, majd ezt követően lesz a pénzhét, ez a pénzügyi és a vállalkozási ismereteknek a témahete, ez 2023 tavaszán lesz, március 6-tól 10-ig, ezt követően lesz egy digitális témahét, ez szintén 2023. március 27-31 között lesz, és egy fenntarthatósági témahét, az pedig 2023. április 24 és 28 között. Ezeket a témaheteket azért tartjuk nagyon fontosnak, ugye látható, hogy olyan terület a van szó, ami minden gyereknek, minden fiatalnak fontos lesz a jövője, de a mindennapi élet szempontjából is. És ezekben a témahetek keretében van arra lehetőség, hogy a gyerekek kis csoportokba elmélyülten, mélyebben foglalkozzanak ezzel a területtel, saját maguk feldolgozzanak olyan területeket, ami őket a legjobban érdekli. És általában az a tapasztalat, hogy amiben a gyerekek sokkal tevékenyebben részt vesznek, ők is kutatásokat végeznek, az a tudás sokkal jobban megmarad bennük, és sokkal jobban leül. Lepszik. Tehát ezeket a témaheteket én különösen jónak tartom, és a pedagógusok részéről is az a visszajelzés, hogy a gyerekek sokkal érdeklődőbbek, sokkal innovatívak, és nagyon jól lehet velük dolgozni. Idén gyermekenként 8000 forintos vásárlási utalványjal segíti a kőbányai gyermekes családok tanévkezdését a kőbányai önkormányzat. Az utalványt kőbányai lakcímmel rendelkező általános iskolás, illetve középfokú intézmények nappali tagozatán tanuló diákok kaphatják meg.